Milyen kiadást vegyek? Örök dilemma és 100%-os garancia sosincs arra, hogy kiváló minőségű, jó hangzású lemezt vegyünk. Kicsit ez olyan, mint nyáron a dinnye szezon. Ütögetjük, kopogtatjuk, de igazából úgyis otthon derül ki, milyen a portéka. Mégis vannak hiedelmek, csoportok, akik felesküsznek egy-egy kiadás oltárán arra, hogy abban bizony még sosem csalódtak. Pedig sok mindentől függ, hogy a vinil vagy bakelit lemez hogyan szólal meg szeretett lemezjátszónkon. Ha bemegyünk itthon egy nagyobb műszaki boltba, akkor nagyon nehezen találunk Európán kívüli kiadásokat. Esetleg elvétve lehet kapni, de nem ez a jellemző. Akkor mi a megoldás, ha mondjuk a kedvenc előadód lemezét például amerikai kiadásban szeretnéd megvenni? Hála Istennek itthon vannak webshopok, lemezboltok szépen, vadászhat személyesen is, vehetsz használt lemezeket is, vagy akár lemezbőrzékre is kinézhetsz. Itthon többnyire a nagyobb városokba szerveznek ilyen eseményeket. De ha ki szeretnéd maxolni, akkor érdemes kinézni Hollandiába, ahol hatalmas CD és vinil vásárokat szerveznek. Milyen ország kiadását érdemes levadászni? Ez mondjuk ízlés dolga, és persze függ attól is, hogy mennyi a kereted rá. A japán kiadásokat külön kiemelném, mert a felkelő napországából import CD-k és vinilek többnyire minőségiek, és mindig tartogat némi extrát is. Arról nem is beszélve, hogy jól tartják az árukat. De persze ott sem minden kiadás egy szent grál, mert hiába a japán precizitás és minőség, egy-egy rosszul kevert albumot ők sem tudnak vagy tudtak feljavítani. Miben más? A japán lemezeknél a borítónál egy szalag szokott szerepelni tele japán betűkkel, ezt obinak nevezzük, enélkül a szalag nélkül a lemezára kevesebbet ér. Továbbá japán nyelvű füzetet is szoktak mellékelni a zenekarról, illetve dalszövegfordításokat raknak bele. A japán belpiacos lemezekre még bónusztrekkeket is szoktak tenni, vagy remixeket. Ugyanez a helyzet a CD esetében is. Csak náluk a CD fejlesztés nem állt meg ott, ahol mondjuk nálunk itt Európában. SHM, Bluespack és meg annyi hangzatos CD típus fajta nem egy parasztvakit. Érdemes rápróbálni, mert sok típusnál nem is kell másfajta lejátszót beszerezned. Én például az SHM és Bluespack 2 CD-ket próbáltam, és nagyon meglepődtem, amikor összehasonlítottam egy mezei CD-vel. Egyesült Államok beli kiadásokban én semmi extrát nem fedeztem fel, hozzák a megfelelő szintet, de sokan a korai 50-es, 60-as évekbeli kiadásokat kedvelik, illetve még a mono kiadásokat. Európán belül érdemes nyugat felé szemezgetni, német, nyugat-német, Egyesült Királyság beli, holland kiadás is nagyon jól szólnak, és némelyiknek van is ára. Szubjektíven alattuk vannak a franciák, olaszok, skandináv kiadások is. Mondjuk például van egy olasz Dire Straits lemezem, és gyönyörűen szól, szóval érdemes rápróbálni. A régi használt lemezeknél én személy szerint nem kedvelem a jugoszláv és indiai kiadásokat. Itthon találsz belőlük rendesen. Az utóbbi időben eléggé felment az áruk, pedig annak idején pár száz forintért meg tudtad venni. Számomra jelektelen és tompa hangzásuk. Még nem találkoztam olyannal, ami igazán elnyerte volna a tetszésemet. Persze sokszor nem csak a hangminőség határozza meg az árat, hanem például, hogy hol gyártották. Zimbabwei, brazil, taiwani, és meg annyi országban gyártottak annak idején lemezeket, és igazi kuriózumok ezek. Érdemes felnézni a discogs.com nevű oldalra, ott egy-egy albumnál meg tudod nézni, hogy hol adták ki a kedvenc albumodat, és ha szerencséd van, meg is tudod vásárolni. Érdemes figyelembe venni, hogy sokszor találsz például orosz kiadásokat, amiket nem tudsz megvenni ezen az oldalon, de esetleg aukciós oldalakon le tudod ütni. Annyi, hogy ezek bootleg másolatok, és sokszor a minőségük hagy némi kivetni valót. Csak akkor érdemes rámenned, ha igazán egy nagy hardcore fan vagy. És itthon? Nos, meglepő, de itthon is adtak ki tisztességes minőségű lemezeket. Nekem például a Depeche Mode Music for the Masses albuma van meg gong kiadásba, és elég szépen teljesít. De például a Pet Shop Boys Actually is megállja a helyét. Állítólag a rendszerváltás után a dorogi lemezgyár gyártósorait az angolok vették meg. És ha minden igaz, akkor mai napig használják őket. Hogy melyik ország lemezét veszed, az csak tőled függ. Érdemes egyet-kettőt megvenni innen-onnan és tesztelni, hogy melyik hangzás jön be. Ha van tapasztalatod a témát illetően, akkor írd meg kommentben, hogy mely kiadásokat preferálod. Ha érdekelnek az ilyen és ehhez hasonló tartalmak, kövesd a csatornámat, de addig is mindenki pörögjön rá a kedvenc zenéire!